Hétfőig 215 cipős dobozba csomagolt ajándék gyűlt össze az Almási Kasté Mikulás hálószobájában, amit még karácsonyig átadnak a baptista gyülekezet gyulai munkatársai a nélkülöző gyermekeknek. A baptista szeretett szolgálat 20 évvel ezelőtt hívta életre az országos cipősdoboz akcióját. Fábián Tamás kiemelte, a Gyulai másik Kastély látogató központ a 2016-os megnyitása óta csatlakozott a jótékonysági kezdeményezéshez. Minden esztendőben kapcsolódunk a Baptista Szeretet Szolgálat kezdeményezéséhez, és hát nagy örömünkre azért évről évre többen és többen gondolnak azokra, akiknek nehezebb a sorsa, nem engedi meg, hogy úgy készüljenek karácsonyra ajándékokkal a gyermekeknek, ahogy azt őket megilletni. A baptista szeretett szolgálat az idén országosan 419 gyűjtőponton várta a cipős ajándékokat, hogy azok szebbé tegyék a rászoruló gyermekek karácsonyát. Gyulán kiemelt és mindig sikeres gyűjtőpont az Almási Kastély, mondta Farnasnék Kisenikő. A program helyi koordinátora hangsúlyozta, bármilyen apró ajándéka, kis figyelmességgel is örömöt lehet szerezni. Azt kell eldönteni, hogy fiúnak vagy lánynak szeretnénk ajándékozni, és az is fontos, hogy milyen korúnak. Ezeket fel is kell tüntetni a csomagokon, így biztosan a legmegfelelőbb gyermeknek tudják átadni azt. Farnas nélkisenikő kiemelte az idei cipősdoboz akció különleges gyülekezetük számára. Idén 20. alkalommal szervezte meg a baptista szeretett szolgálat ezt a cipősdoboz akciót, és idén is bekapcsolódott gyula is két helyszínnel. Így gyűjtötték az almási kastélyban, illetve a helyi baptistaim a házban is gyűltek a csomagok, és olyan jó látni, hogy milyen sok doboz összegyűlik évről évre, és Hála Istennek, hogy az emberek is így ebbe bekapcsolódnak, és ennek köszönhetően nem csak Gyulán tudjuk megajándékozni a rászoruló családokat, nem csak itt tudunk a gyerekeknek örömet szerezni, hanem a környező településekre is tudunk vinni, Sarkadra, Mezőgyámba, Kétegyházára, és tavaly olyan sok gyűlt, hogy még a határon túlra is tudtunk vinni gyermekotthonokban. Az Almási kastélyban összegyűlt 215 cipős ajándékokat csütörtökön kapják meg a gyerekek a baptista gyülekezet Gyulai székházában.